Mielőtt megnyitnánk Isten igéjét, egy szavalatot hallgassunk meg Tokics Marikától. Reményik Sándor verse, csendes csodák. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodálatosabb dolog. Nézz a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyakat bontogat? Nézd, árnyékot hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükrözni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgokat az életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitálló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól. Jövök. Amen. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Nyissuk ki Lukács evangélium 8. fejezeténél a Bibliánkat, és ott a 4. verstől egészen a 15. versig tudjuk olvasni együtt. Lukács evangélium a 8. fejezet, és ott a 4. versétől. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mond a példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Némely esik a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojtották azt. Némely pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiált vala, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet ez a példázat? Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez. A mag Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljön az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne idvezüljenek. És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmentvén az élet gondjaitól,
és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ez a példázat egy különlegesség. Már csak azért is, mert mind a három szinoptikus evangéliumban megtalálható. Tehát Márkban, Mátéban és Lukácsban. János evangéliuma kicsit másképp dolgozza fel. Azért kezdtem Márkot, mert Márk volt az első evangélium. A mag az a vetéskor elszórt, a jövő reményét, a jövőbe való hitet jelképezi. Nagyon sokszor az utódokra vonatkozik a Bibliában, mint ahogy a protoevangéliumban is, Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott a 15. vers, amikor azt mondja, hogy és ellenségeskedést szerzek közötted, és az asszony között, a te magod, és az ő magva között. Tehát a mag nagyon sokszor a Bibliában az eljövendő generáció, a leszármazások. Ábrahámnak adott ígéretben is nagyon fontos kifejezés volt ez a szó. Az Isten országához és a hithez szolgál ez a hasonlat. Jézus megmondja ennek a példázatnak az értelmét. Mi a példázat? A példázat az Ószövetségi Példabeszédek könyvének egy modernizált, megújított formája. És Jézus nagyon szerette a példázatokat. Gyorsan hozzáteszem, ez nem Jézus önálló feltalálása, más rabbik és más tanítók, írásmagyarázók is használták, de Jézus többet használja, mint a többiek. Előszeretettel használja. És tudjátok, mint csodálkoztam, amikor olvasom, és itt is, most is a szószéken úgy rácsodálkoztam, amikor a tanítványok azt kérdezik, mi lehet ez a példázat? És olyan furcsa, hiszen mi értjük, és a tanítványok nem értették. Na, gyorsan hozzátesszük, amikor először hallottuk, vagy olvastuk, mi sem értettük. Nekünk is meg kellett magyarázni, és lépésről lépésre ki kellett fejteni az ige üzenetét. A tanítványok csak először hallották. És még egy érdekes dolog van, ebben a példázatban nincs szó látszólag, aláhúzva, vallásos dologról. Ez egy hétköznapi földműves életében bekövetkezett, azt nem mondom, hogy mindennapos jelenség, de minden évben bekövetkező jelenség. Ezt nagyon ismerték. És Jézus a földműveseknek mondja el az ő nyelvükön, az ő munkájukon keresztül, az ő ismereteiken keresztül, és úgy szól hozzájuk az Isten országáról, hogy szinte észre sem veszik. Jézus a sokaságtól körül van véve. Én emlékszem, hogy már többször említettem, hogy a sokaság szónak, különösen Lukács evangéliumában egy üzenete van. A sokaság azon emberek közössége, akik szimpatizálnak a názáreti Jézussal. Mindig sokaság követi őt. Mindig oda mennek, ahol Jézus. Ez a sokaság. Szemben a tömeggel,
a tömeg, amelyik nem szimpatizál, a tömeg, amelyik kérdéseket tesz fel, fenntartásai vannak. A tömeg kiáltja, feszíts meg, feszíts meg. A tömeg kiáltja, nem őt, hanem Barabást engedd el. Tehát az evangéliumban két csoport látható. A sokaság, Jézussal szimpatizálók, és a tömeg, akik szembe mennek Jézus tanításával. És hadd kérdezzem meg, vajon ma nem ez a két csoport látható a mindennapi életünkben? A sokaság, ahová tartozunk, és a tömeg, akik azt mondják, jaj, hát Jézus, hallottuk már, hát nekem nincsen ilyen dologra időm. Ma is ugyanez. Ma is ugyanez a felosztás látható meg a modern világunkban. Sokaság és tömeg. És valószínűleg, hogy a sokaságnak legnagyobb része szántóvető, kétkezi munkás ember volt. Lehetett látni. Hiszen ezelőtt néhány száz évvel, ha az utcán végigment egy ember, akkor rögtön látták azt, hogy milyen foglalkozású és milyen anyagi helyzetben van. Ma már nem lehet látni. Mert lehet, hogy a milliómos olyan ruhába megy, hogy nem is gondolnánk, és lehet, hogy a koldus fölöltözik fehér ringben, nyakkendőbe, és úgy sétál az utcán. Tehát mára, a 20. századra ez az öltözködés, rád nézek, és megmondom, hogy ki vagy, honnan jöttél, milyen szociális háttérből származol, ez ma már nem állja meg a helyét. Tehát a sokasság az a talaj lesz a példázatban. Mi fogadja be a magot? Hát a talaj. És mi a mag? Az Isten beszéde. Tehát a példázatban a talaj, a valós életben pedig azok, akik ebben a rohanó világban hajlandóak megállni egy pillanatra. Mikor? Amikor az Isten szól. Lehet, hogy egy emberen keresztül, lehet, hogy egy természeti jelenségen keresztül, de valahogy szól. Tanítványai és követői, amikor látják a hatalmas ember áradatot, a sokaságot, kihúzták magukat. A rabbink, a mester, na őt hallgassát, és mi az ő tanítványai vagyunk. Nyilván ezt nem lehetett így kimondani, de a metakommunikációjukból lehetett látni. Büszkék. Na nem baj az, hogy büszkék voltak, csak ha túl büszkék, ott már baj van. És az emberek valami keveset foglalkoznak a tanítványokkal. Ők csak ott díszletek. A főszereplő maga a názáreti Jézus. És amíg Jézus mondja a példázatot, addig már a tanítványok szövögették életük hálóját, a karrierhálót. Hú, ha most egy prédikációra eljönnek sok ezred, hát akkor holnap is prédikál, holnap után, minden nap sok ezer ember fog hallani. Hát néhány hónap, és Izrael legkeresettebb rabbija lesz a názáreti Jézus. És mi ennek a rabbinak vagyunk a talmudimjai. Talmudim az a tanítvány. És bizonyára majd lesz, amikor mi tartjuk meg a beszédet.
Jézus fáradt lesz, és akkor azt mondja az egyik tanítványnak, vagy egy párosnak, na akkor most ti beszéljetek. Milyen jó lesz. Híressé válunk. Majd megyünk Jeruzsálembe. És mindenki hallgatni fog bennünket. Hát ezért nem értik a példázatot, és a végén megkérdezik. Hát uram, micsoda ez a példázat? Milyen érdekes. Figyeljétek meg. Senki nem kérdez vissza. Csak a tanítványok. Miért? Mert a tanítványok csak látnak, de nem hallanak. A többiek pedig, akik ott vannak, azok nem csak látnak, hanem hallanak is. És nagyon sokszor a Jézus mellett levő emberek a sokaságtól elkezdenek ilyen látszat gondolatokat építeni. A számok varázsa óriási hatással van. Bár el kell mondani, hogy mintha ma Európában már nem számítana a számok varázsa, mert ezek a számok egyre lejjebb mennek, egyre kevesebbek. Mármint a sokaság számai. És azt látjuk, hogy a hit hallásból ered, és a hallás hallgatást feltételez. És a tanítványaik, Jézus tanítványai bár hallanak, de nem hallgatnak. Mert belülről beszélnek. Belülről azt mondják, hogy majd ez lesz, majd az lesz, majd ide megyünk, majd oda megyünk. És jól jegyezzük meg. A jó aratáshoz nem elég a mag. Mi a mag? Isten beszéde. Mi az, hogy nem elég? Mert az aratáshoz a mag csupán egy feltétel. Mi kell még? Talaj. Ezen kívül jó talaj. Vethetem én a szikesbe, nem fog kikelni. Soha nem felejtem el, 2003-ban Egyiptomból átmentünk Jordániába. És ott megálltunk egyszer valahol Jordániában ott Petra előtt. Egy alig nagyobb földterület volt, mint ennek az imaháznak a terület. Két idős szántott. Én 80 éveseknek néztem, de mint kiderült, 50 évesek voltak. De ránézésre 80. Ja is, hogy szántottak? Faekével. A földterület az olyan volt, minthogyha egy építési sódert valaki ledöngölt volna. Abban nem volt talaj, csak kő. Egészen pici kő, közepes kő, meg ilyen nagy kő. Ott állt mellettük néhány zsák vetőmag. Gyorsan oda léptem, és azt mondtam, hogy hú, faekével, még a mai világban. Hát ezt így csinálták 2000-3000 évvel ezelőtt. Az egyik húzta, a másik pedig irányította a faekét. Ez egy házas pár volt. Az asszony húzta egy ócska kötéllel. A férfi pedig ezt a faekét irányította. Ha nem tudtam volna a Bibliából, akkor arra gondoltam volna, hogy pont a nehéz munkát csinálja az asszony.
és a könnyű munkát csinálja a férj, hát milyen munka megosztás ez? Nem, testvérek, húzni könnyebb, az a könnyű. Mert ezt az ekét erővel kellett nagyon, két ilyen szarva van. Ezért mondja Jézus, aki az eke szarvára tette a kezét, az ne nézzen hátra. És teljes erővel kellett. De hát ezek olyan kis falatkák voltak, ruhástól, cipőstől, mindenestől, nem hiszem, hogy volt 50 kiló az egyik is, vagy a másik is. Szóval ott álltam, és néztem, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy ránéztem a talajra, és azt mondtam, hogy ebbe biztos, hogy Magyarországon nem lenne olyan ember, aki vetne. Hát ide pocsékolás a jó magot elszórni. És megkérdeztem tőlük. Lehetett látni a ruhájukon, hogy tisztességes, becsületes, szegény emberek. És kérdeztem tőlük, hogy érdemes ide vetni? Arab emberek voltak. Azt mondták, ha Allah ad csak egyszer, egy pici esőt, csak ennyit, csodálatos termés lesz. Mondom, és tavaly volt? Tavaly nem volt. Semmi nem kelt ki. És tavaly előtt? Akkor volt? 5 évből 3-szor ki kell. Csak 2-szer nem kell ki. Tehát érdemes vetni. És mondom, mennyit tudtok learatni? Hát nézd, 3 zsák a vetőmag, és ebből lesz 13 zsákunk. Az igen. És mit gondoltok? Idén lesz aratás? Ősszel voltunk. Így szeptember, október tájéken. Azt tudom, hogy Pécelen, még akkor ott voltatok, királytestvér, Pécelen bennmaradtam 2 óráig, mert valami nagyon fontos munkám volt. Egy könyvet kellett leadni, és mielőtt elmentünk erre az útra, le akartam adni a könyvet. Már pici fűtés volt, és nekem annyira melegen volt, hogy kinyitottam az irodámnak az ajtaját, és csak akkor vettem észre ablakát, csak akkor vettem észre, hogy itt nagyon hideg van, amikor 3-at tüsszentettem egy másodpercen belül. Akkor gyorsan bezártam, de már a betegség, már ilyen megfázás elkapott, és már emlékszem, hogy ott fújgáltam az orromat, amikor beszélgettem velük, de ott nagyon meleg volt. Úgyhogy sokszor eszembe jutott ez a két egyszerű szántóvető ember. Mert a vetés az a hitet jelenti. A hitet, a jövőben való reményt jelenti. Tehát onnan indultunk el, hogy nem elég az aratáshoz a jó mag, hanem jó föld is kell. Na most mi van akkor, ha van föld és van mag? Meg kell művelni. A magyar kultúrában először jön a szántás, a boronálás és a vetés. Na, Izraelben, meg Közel-Keleten nem így működik. Akkor hogyan? Először vetnek, aztán szántanak. Mindig egy részt, egy csíkot bevetik, nem az egészet, nehogy valami baj legyen, és jönnek a madarak. Hát különben, ha ez a föld alá lenne téve, akkor a madarak nem vinnék el. És mit mond az ige? Mit mond Jézus a példázatban? Elszórták a magot, és jöttek a madarak. A példázat az igen szilárd alapon áll. A példázatok Jézus tanításának ős lenyomata. Nem tudom, könyvben, hogy tudjátok-e, hogy mi az, hogy ős lenyomat. Ős lenyomat
az első lenyomat. Ugye Károli Gáspár fordítása a Vizsonyi Bibliának is megvan, az első lenyomata, az ős lenyomata. És figyeljük meg, hogy képeket alkalmaz Jézus ebben a példázatban. Szinte ha behunjuk a szemünket, akkor látjuk a magvetőt, hogy, és azt is nagyon ügyesen kellett, hiszen amikor vetette, akkor minden ujjai között a magnak ki kellett szaladni. Mert hát, hogyha mi vetnénk, akkor csak úgy egy ilyen kis terül. Annak tökéletesen el kellett terüljön. Azt tudni kellett, azt gyakorolni kellett. Azt nem csak úgy, mint amikor nem tudom én a füvet megpétisózzuk, vagy különleges fűtrágyával ellátjuk, és mindig szoktam látni, hogy na, ez még nem volt tökéletes, mert így csíkba lehet látni, hogy milyen egyik helyen gyönyörű, szép zöld, ahol megkapta a fűtrágyát, a másik helyen pedig sárga. Nem jól szórtam el. Az ókori ember nagyon jól tudott vetni. Tehát a képek nagyon rögzülnek. A képeket nem lehet elfelejteni. És ha az egész példázatot végigolvasok, akkor a példázat mögött van valami öröm. Ott lappang. Valami öröm. Az aratás öröme. Persze az aratásig nagyon sok probléma és nehézség lesz. Tehát nem volt ügyetlen a magvető, mert úgy járt el, ahogy neki el kellett járnia. Ugyanakkor csak egy pici megjegyzés, Pál egyetlen példázatot sem mond. Figyeljétek meg, az evangéliumok tele vannak példázattal, Pál pedig nem mond példázatot. A föld. És itt visszamehetünk a teremtés történetre. Mert Isten az embert nem átkozza meg, de megbünteti. De a földet megátkozza. Milyen érdekes. Átkozott legyen miattad a föld, bogáncsot és kórót teremjen. És figyeljétek meg, a bogáncs és a kóró, a mai modern bogáncsok, a gyomok nincsenek vetve, és olyan szépen kikelnek, úgy terjednek, április-májusban, amikor jön az égi eső, az öntözés, ha 2 hétig az ember nem foglalkozik, akkor mindent felült a dudva. Tehát a példázat az a jövőről szól. Bár megjelenik a múlt is, de mégis a jövő is megjelenik. A hallgatók között bizonyára voltak olyanok is, a sokaságban, akik bírálni jöttek. Hiszen mindig a sokaság között egy-egy írástudó, egy-egy farizeus, egy-egy Jézussal egyet nem értő személy is meghúzódott, és ezek oda jöttek, és elmondták mindig a véleményüket. És lehet, hogy már a példázat elmondása közben bizonyos beszéddel kommunikáltak ezek az egyet nem értők. Oda bögtek, egymásra néztek, elmosolyogtak. Mint ahogy látjuk, hogy az életben vannak ilyen helyzetek. Amikor az egyet nem értők valamilyen módon jelzik az egyet nem értési szándékukat. És ezeknek az embereknek mindegy, hogy mit mondasz. Mindegy. Mert ők nem a mondani valóddal, hanem a személyeddel nem értenek egyet.
De ezt soha nem fogják kimondani, ezért mindig a mondani valódat fogják támadni. Így volt ez Jézus idejében is. És olyan szépen elmondja Jézus, hogy az egyik olyan helyre esett, hogy jöttek a madarak, és elkapkodták. Miért? A madarak mindig éhesek. A madarak, ha magot látnak, azok mindig elfogyasszák. Mert a madarak napi 24 órában tudnak enni. A madarak soha nem laknak jól. Most ne olyanra gondoljatok, hogy van egy madártenyésztő, és oda teszi eléjük, és akkor ott jól laknak. Hanem az égi madarak. Azok mindig keresnek. Ahogy kihajnalodik, ahogy pirkad, már mennek, és az ő feladatuk egész nap a táplálékszerzés. És nem csak ilyenkor könnyen megszerzik. De gondoljátok, amikor hót akar mindent, akkor is megszerzik. Miért? Ha nem szerzik meg, akkor nem maradnak életben. Akkor elpusztulnak. És mégis vannak olyanok, akik csak azért jönnek a sokaságba, hogy a magvakat elkapkodják. Nem engedik, hogy a mag kikeljen. És teljesen mindegy, hogy mit mond, akár a lélek, akár Jézus. Ők csak a magot nézik, és más nem érdekli őket. Nem, hogy az isteni halk szót, de még a mennydörgés sem hallanák meg. Ezeknek az embereknél csak a jó lakás, a pillanatnyi öröm, ez az, ami dominál, semmi más. A következő, hogy van-e remény az útszélre esett mag esetében, az életben maradásra? Igen. Először is, miért esett az út szélére? Hát nem tudja a magvető, hogy itt középen út van, és csak erre, meg erre kell. De tudja. De minden évben az utat is beveti. Miért? Hogy még több legyen. És aztán majd jönnek az emberek, és az úton mennek. Gyermekkoromban sokat voltam vidéken, édesapám vándorméhész volt, és emlékszem, hogy a nagy, hatalmas búza táblákban talán 3 éves lehettem, és ment az út. Én nem láttam ki, mint a nagyok, most biztos kilátnék, de volt ott napraforgónál is út. És minden be volt vetve, és az emberek kitapostak egy kis ösvényt. Mert az vezetett az ő földjükhöz a legközelebb. Ma is ilyen a földműves ember. Mindent bevet, majd utána egy kis rövid utat kitapos magának. És ezek a magok, amelyek pont erre az útra estek, azok hiába kelnének ki, nem fog semmit jelenteni. Utána azt mondja, hogy némely maga kősziklára esett. És a kősziklán azt mondja, hogy némely pedig tövis közé esett, némely pedig jó földbe, némely pedig kősziklára. Kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Hadd mondjam azt, most a tanár szólal meg, hogy ez egy hapax legomenon. Hapax legomenonnak nevezzük a Bibliában azt, ami csak egyetlen egyszer fordul elő az a szó. És így ebben az összetételben, hogy nem volt nedvessége, ez csak egyetlen egyszer fordul elő. Miért? Mert Izraelben sokszor egy-két újnyi talaj alatt már egy szikla réteg húzódott.
és az az egy réte, egy únyi vagy két únyi réteg föld nem elég, hogy egy növény megéljen. Különösen akkor, amikor nagyon sűrűn süt a nap, és nagy meleg van, és nagy kánikula, és a kő fölforrósódik a talaj alatt, és minden nedvességet elszív, nem tud más csinálni a szegény kis magocska, mint hogy elpusztul. És akkor Jézus elmondja, hogy vannak, akik hallják az igét, de nagyon hamar eltávoznak. Igen, az igét könnyebb meghallgatni, könnyebb meghallani, mint az igét cselekedni. Emlékszem, nagy evangelizációk. Lovell Hargreaves 89-ben. És 89-ben Magyarországra jött, akkor még nem volt a politikai változás időszaka, tehát amikor ideért, akkor már bekövetkezett, és nem lehetett sehol termet bérelni. Hiába volt szerződés, föntről leszóltak, és nem volt terem. Hogy úgy nézett ki, hogy hiába jön Lovell testvér, nincs terem. Aztán nagy nehezen, milyen érdekes, a mezőgazdasági egyetemen ott kaptunk egy aulát. De hát az az aula nem volt akkora nagy és olyan jelentős. Annyi ember jött el, hogy a fele sem fért be. És Lovell testvér nagyon egyszerűen megoldotta, akkor azt mondta, hogy oké, menjenek el sétálni, egy óra múlva jöjjenek vissza, megtartjuk még egyszer ezt az előadást. Aki itt van és befér, az üljön be, egy óra múlva kezdődik, ugyanaz, szó szerint ugyanaz. És volt, hogy 3 előadást tartottak. 5-től 6-ig, 6-tól 7-ig, 7-től 8-ig. És minden előadáson ott volt 800 ember. Mi lett a vége? Nagyon sokan hallották, de már csak kevesen voltak azok, akik nem csak hallották, hanem cselekedték is a dolgokat. Vannak, akik egy ideig hallgatják, és aztán utána eltávoznak. Azt mondja Jézus, hogy amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Nagyon sok akadály van az aratás előtt. Milyen akadályok vannak? Ha szegény vagy, az a legnagyobb akadály. Ha gazdag vagy, akkor neked az a legnagyobb akadály. Ha okos vagy, az lesz az akadályod. Ha tanulatlan vagy, akkor az lesz az akadályod. Bármi, amivel rendel. Ha szép vagy, ez lesz az akadályod. Ha nem vagy szép, az lesz az akadályod. Ha fested magad, az lesz az akadályod. Minden. És a nagy kérdés, hogy ezen te át tudsz-e lépni. Nagyon sokan az akadálynál megállnak, megfordulnak és visszamennek. Az akadály az nagy dolog. Az nem sétafikálás. És úgy gondolom, hogy a jó földbe esett magról is kell a végén szólni, akik az igét tiszta, jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek, és még ott van egy nagyon szép szó. Béketűréssel. Van valami, ami ebben a példázatban egy picit az örömről és a béketűrésről szól. Jézus ezzel a béketűréssel próbálja megszólítani a hallgatóit,
Miért? Mert a földművesek nem tudnak más csinálni, mint szántanak, vetnek, és utána várnak béketűréssel, és aratnak. Néhány évvel ezelőtt emlékszem, hogy olyan esőzések jöttek itt Magyarországon, hogy akármilyen géppel mentek, azok mind ott ragadtak a sárba, és meg kellett várni az első fagyokat. Nyilván nem búzáról beszélek, mert azt már júliusban learatják, és nem tudták adott esetben betermelni. Isten szava a szív legmélyéig terjed. És Isten szava sokszor 100 annyit terem. Van, ahol csak 30, 60, de itt a Lukács példázatában 100 annyit jelent. Az aratás elközelített. Jézus azt mondta, hogy nézzétek a mezőt, hogy sárgálanak. És ha szétnézünk a mai világban, ahol békétlenség, ahol, ahogy az István testvérünk a bevezető imájában szépen megfogalmazta, ahol háborúság van, szenvedés, gyötrelem, betegség. Hát ha fölnézünk, akkor azt látjuk ebben a világban, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. És jól jegyezzük meg, mindig lesznek köves helyek, mindig lesznek madarak, mindig lesznek tövisek, és mindig lesz jó föld. Az Isten igéjének befogadásánál legyünk mi a jó földek, hogy 100 annyit tudjunk teremni az Úr kegyelméből. Amen.